Közel 1000 követője van annak a közösségi csoportnak, melyben Kővágó Vasvári Dóri osztja meg férje felépülésének történetét napról napra. Kővágó Gyula májusban kapott sztrókot, napokig válságos volt az állapota. Az agyvérzése olyan súlyos volt, melyet statisztikák szerint 100-ból mindössze egy ember él túl. Közel 5 hónappal a történtek után Dóri egy kávé mellett elmesélte, mi is történt azon a bizonyos szerdán. Hogyan lehet egy ilyen helyzetből felállni, erősnek maradni, és tolmácsolta nekünk férje üzenetét is. Azon gondolkoztam így a riport előtt, hogy azért ez nem egy ilyen könnyed és vidám kávészünet lesz, mint ami ugye általában szokott lenni, hiszen maga a téma sem könnyed és vidám. De azért én azt gondolom, hogy az egész háttér, ahogyan te ezt kezeled, vagy ahogyan te ezt az egészet kézben tartod és gyönyörűen viszed előre, nyilván Gyulával karöltve, az egy fantasztikus dolog, amiről szerintem beszélni kell, már csak azért is, mert nagyon sokan érdeklődnek, hogy hogy van a te drága férjed, ugye Kővágó Gyuláról van szó, akivel hát egyik napról a másikra történt egy borzasztó eset, amit most nagyon szeretnék, hogyha te így a saját gondolataiddal, a saját olvasatodba elmondanál nekünk. Hát ez egy május 30-a, egy szerdai nap volt. Tényleg nem könnyű róla beszélni, de azért is gondoltam, hogy most már itt az ideje, bár már egy pár hete egyeztetünk, mert eltelt 4 hónap, több mint 4 hónap, és én is egy picit könnyedebben tudok róla beszélni, bár szerintem sose lesz könnyű most már nekem ezek után erről, de most már jóval könnyebb, mint a kezdetekben. Hát ezen a szerdai napon ő lényegében délután elment otthonról, mint ahogy szokott, hogy majd megy be a rádióba, mert ugye rádiónap szerdán 6 órakor műsorban, de oda már nem ért el, mert ment előtte egy építkezésre, ahol az építkezést ugye ellenőrizte a házat, és tulajdonképpen annyi történt, hogy nekem ezt ugye úgy mesélték el, beszállt az autójába, és nem tudott elindulni. Már nem tudott elindulni, ugyanis olyan rosszul lett, hogy képtelen lett volna. Nagyon nagy szerencse különben, hogy nem tudott elindulni, mert ha még az autó van közben, igen, akkor szerintem még nagyobb baj van. Történetesen fölhívtak onnan az építkezésről a tulajhölgy, hogy Gyulát viszi be a mentő, és nagyon súlyos állapotban, akkor még nem tudtuk, csak gyanítani lehetett, hogy sztrókot kapott, ugyanis a tipikus jel, amikor a fél oldala már kezdett elcsúszni pillanatok alatt, ahogy elmesélték, illetve a legszembetűnőbb az volt, hogy a jobb oldalát már egy negyed óra, körülbelül negyed óra után nem tudta felemelni, és ez ugye nagyon-nagyon-nagyon súlyos, és ez a sztrókra utaló jel. Nagyon gyorsan mentőt hívtak, ez nagyon fontos a sztróknál. Nagyon gyorsan beértek a kórházba, oda én is beértem egy ilyen 5 perces csúszással, ugye, mert kaptam a telefont, ott már én is láttam, hogy mit csinálnak az én férjemmel. Le lehetett szűrni azokból a mozdulatokból, azokból az ingázásokból, hogy nagyon nagy a baj. Én igazság szerint akkor még nem tudtam felfogni, bár már ott nagyon komolyan tájékoztattak egy jó fél óra után, hogy nagyon súlyos. Addigra 2 CT-je volt, egy érfestés, és mire fölkerültünk az intenzív osztályra, addigra lélegeztetve, mély altatásban, nem tudom hány, miféle cső még, én akkor még bementem hozzá, ez már késő este volt, megnéztem, hát rémes látvány volt, de én már akkor eldöntöttem, hogy itt felfogtam, hogy nagyon nagy a baj, meg hát láttam, de akkor eldöntöttem, hogy ebből ki kell jönni, és meg kell csinálni. Volt ennek, Dóri, valami előzménye? Ezt most nyilván nem ok nélkül kérdezem, hiszen ha jól tudom, Gyula üzent is. Naponta nagyon-nagyon-nagyon magas vérnyomással élt a Gyula is, csak hát ő ezt úgy férfi lévén nem igazán akarta úgy elfogadni, vagy nem is tudom igazából, hogy mit gondolt erről. Lényeg, nem szedte be a gyógyszert. Nem egyszer együtt irattattuk fel a doktorral, együtt váltottuk ki, mind a ketten tudtuk, hogy ezt be kell szedni, egy icipicit a legelején én is hibásnak éreztem magam, aztán most már természetesen ő is nagyon-nagyon nagy lelkiismeret furdalással és hibásnak érzi magát, csak most már
ez már a múlt, ezzel már mi nem foglalkozunk, hanem igenis, hogyha valakinek van egy bizonyos fajta gyógyszere, nem kell ahhoz magas vérnyomás, bármi más, be kell szedni a gyógyszert, és ezt tényleg üzeni, hogy mindenki tegyen így, mert nagyon-nagyon súlyos helyzetbe kerülhet. Azt mondtad, hogy minden nap tájékoztatod az eseményekről, a fejleményekről, a napjaitokról. Ezt nem csak vele teszed meg, hanem most már a közösségi oldalon is nagyon sok emberrel. Ugye aznap éjszaka eldőlt, hogy akkor már rengeteg telefon, üzenet elég sok formában jött. Tényleg én is meglepődtem, hogy úgy két pillanat alatt elterjedt a városban, másnap még több, és akkor határoztam el, hogy mindenféleképpen szeretném, nem tudtam válaszolni, nagyon szerettem volna, de ugye rohantam be hozzá természetesen az intenzívre, valamit ki kellett találnom, úgy éreztem, hogy ennyi érdeklődés, ami folyamatos, töretlen a mai napig, tényleg meglepő néha, de félelmetes, és akkor így jött az, hogy akkor először a privát oldalamon írtam pár sort, amennyit tudtam úgy aznap összeszedni magamból, és rengeteg reagálás, reakció jött rá, sőt, privátban is. Hát akkor még változatlanul nem tudtam, különben a mai napig nem tudok ezekre válaszolgatni, de majd egyszer biztosan. Aztán egy picikét szerettem volna szűkíteni, szerettem volna belevinni az érzéseimet, mert azért rengeteg az érzés, ami e körül forog bennem. Szerettem volna olyanokkal is megosztani, akit igenis érdekel. Szeretik Gyulát, érdeklődnek róla, és akkor ezért lett ez a Gyulám története egy kis szívecskével, és akkor ide minden nap, ha fél tízkor kerülök oda este, de akkor is, és írok pár mondatot, hogy éppen hol tartunk, vagy ha tényleg van Gyulának üzenete, akkor azt is leszoktam írni. Van nektek két csodaszép közös fiatok Gyulával. Ők hogyan dolgozták ezt föl, illetve te hogyan tudtad ezt az elején feléjük kommunikálni? Azt gondolom, hogy egy szülőnek mindig, tehát akkor is borzasztóan nehéz erősnek maradni, hogyha saját magunkról van szó, de ha még a gyerekünk is ott van, vagy gyerekeink is ott vannak, na hát az aztán embert próbáló feladat. Főleg a nagyobbik fiamnak nehéz, mert ő ez a befelé dolgozós, és őrül magában, tehát alig tudok belőle kihozni pár szót. Ettől függetlenül én úgy döntöttem az első éjszaka, amikor hazamentem, és láttam, hogy Gyula milyen állapotban van. Én akkor is elmondtam a fiúknak, hogy nem tudjuk, mi lesz apával, és igenis ki kellett mondanom azt a szót is, amit én sem akartam, de muszáj volt őket lelkileg, mert ha ott lettünk volna, hogy pár nap múlva nincs köztünk a Gyula, akkor szerintem sokkal nagyobb csapás érte volna őket, úgyhogy én minden egyes nap, a mai napig tájékoztatom őket, különben egy 7 évesről és egy 10 évesről beszélgetünk. Ti egyébként nagyon sokszor segítettetek már másoknak, ugye a cipősdoboz akciót Gyulával ketten karöltve vittétek, és hát viszitek is még tovább, hiszen azért azt gondolom, hogy nem beszélhetünk semmilyen szempontból múlt időben, most egy kicsit valószínű, hogy minden háttérbe szorul. Na de most jött el az a pont, amikor viszont nektek segítenek rengetegen, legalábbis ezt olvasom ebben a csoportban, ami így azt van. Gondolom, hogy egy óriási dolog, hiszen neked a mindennapokat meg kell oldani. Így van. Mi az, amiben szoktak neked segíteni? Mi az, nagyon sok mindenben. Azzal, hogy valaki odaír egy kedves, aranyos mondatot, és ugye hát általában ez történik, és ebből mondjuk 10-12 van egy-egy nap, és mindegyiket elolvasom, egy szívecskét tudok így rányomni, mert annyi akkor még az energiám, ugye este 9 körül. Nagyon-nagyon jó érzés. Rengetegen, mint kiderült, nagyon sokan gondolnak Gyulára, ránk. Amikor ezt meséltem Gyulának, hogy milyen összefogás van érte, ő ezt nem nagyon értette, így csinált, akkor még mondjuk nem tudott beszélni, tehát úgy nagyon nem is tudta volna kifejezni, így csinált. Hol tart ő most abból a sztrókból, ami ugye a te elmondásod szerint is az egyik legsúlyosabb, tehát ő agytörzsnél volt a vérzés, és még sokáig is tartott. Igen. Hát ez egy elég súlyos válfaja a sztróknak. Hol tart most? Sajnos ez nagyon-nagyon súlyos. Ez az agytörzsnél érintette Gyulát, ugye ez bal oldalon szinte valamennyi központját érintette, ugye ez a tragédia az egészben.
és nagy területen. Tehát ezt aznap éjszaka így, ez így kiderült, meg is mondták. Igazság szerint ebből nem igazán szoktak kijönni, ezt is megmondták. Gyula tud egy ilyen statisztikát, nem egészen tudom pontosan, hogy honnan, hogy 100-ból egy. Na most ő, ez az egy. Ahova most elértünk 4 hónap után, és úgy engedték ki az intenzívről, nagyon sokáig nagyon fontos volt, hogy stabilan kellett tartani. Itt mindenre kell gondolni, ugye a vérnyomása, 300-as vérnyomással vitték be az SBO-ra aznap este. Azt hiszem, hogy ez mindent elmond. Sokáig 170-180-on kellett tartani, mert ugye nem lehetett egyből levinni a normálra. Hetekig úgy kellett tartani, mondtam is, hogy úristen, még 170-180-nál tartunk. Igen, mondták, hogy mert nem szabad, hát hogy ne. Na, csak ezt mire én is fölfogtam. És akkor a mai nappal ott vagyunk, tehát megvolt a nagyon stabil, intenzíves, és én úgy hiszem, hogy egy nagyon korrekt tájékoztatást kaptam minden nap ott a Fülep főorvos úrtól. Gyulát nagyon stabilan tudták tartani. Onnan úgy tudtunk felmenni a neurológiára egy hétre, hogy ott is szépen tartottuk, és akkor onnan tudtunk elmenni erre a rehabilitációra. Azt azért tudni kell, mindenben halad, és nem titok, hogy amit nagyon érintett, az a mozgás központja. Tulajdonképpen neki újra kellett tanulni mindent, tehát nyelni, enni, rágni, semmit, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy semmit nem tudott. Ahhoz képest gyönyörűen eszik, rág, mindenféle ételt be tudok most már neki vinni. A járása az, ami talpra tudják állítani, elindulni nagy segítséggel tud. Hát erre is azt mondom, hogy azért én úgy gondolom, hogy majd itt telik az idő, és én hiszem, hogy valamilyen járássegítő eszközzel, de mennie kell. És már haza is tudod hozni hétvégénként. Haza is tudom hozni, szombatonként itthon van reggeltől estig úgy, hogy ül az autóban, és ülve hozom, tehát nem fekve, nem betegszállítóval, ez azért fontos, mert eddig így működtünk, gyönyörűen ül, hát ugye itt most akkor még azt elmondanám, mert nagyon sok mindenkinek nem egyértelmű, tehát ülni is tanultunk, tehát az egyens, minden, tehát minden lenullázódik. Én se akartam elhinni, pedig azért benne vagyok én is a sport terén ezekbe a dolgokba, kőkemény. Kőkemény, tehát azt, hogy nem tudtuk, hogy tud-e majd enni, vagy nyelni, nem akartam elhinni. Hogyan tovább? Még azt mondd el nekem, hogyha... Hát, ugye ezt nem lehet előre tudni, ezt te is mondtad, hogy ez a rehabilitációs időszak, ez meddig tart, és valószínű, hogy ez nagyon sokáig nem ér még véget, akkor sem, hogyha már nem kell bent lennie, de mik a kilátások? Nem tudjuk még a jövőt, tehát egy picikét még kilátástalan. Én azt az egyet tudom, hogy ő neki haza kell jönnie, tehát itt eltelik még egy bizonyos idő, nem tudjuk mennyi ez az idő. Ő ezt nekem minden nap fölteszi ezt a kérdést, hogy mennyi időt van még, nem tudjuk, nem tudjuk. Én nagyon hiszem, hogy azért hamarosan innen haza tudunk menni úgy, hogy akkor most már nincs az a szombat este, és hogy apa, most akkor el kell indulni vissza. Jaj, az szörnyű, az nagyon szörnyű. Neki is, nekünk is, és akkor állunk, és akkor tudjuk, hogy másnap ott vagyok, de mégis szörnyű, és akkor eljön az, amikor majd péntektől vasárnapig, és akkor utána pedig hazaadják. És utána is tornázni kell, logopédus. Ez még egy hosszú folyamat, hát egyelőre viszem a családot, a céget, muszáj, tehát minden rajtam van, de ez muszáj, nem állhat meg, és én bízom abban, hogy ez majd egyszer csak fordul egy jó nagyot, és helyreállunk. Addig meg küzdök. Ez annyira fantasztikus, ahogy ezt az egészet elmondod, és tényleg ez az energia, ami jön belőled, az azt sugallja, hogy nem azon kell gondolkozni ilyenkor. Nyilván az ember, ahogy te is mondtad, vannak nehezebb pillanatok, de hogy nem lehet abba belesüppedni, hogy miért pont velem, miért pont velünk, miért így és miért ez, hanem menni kell előre és küzdeni, és hát én azt gondolom, hogy akkor ez tényleg egy... Amennyire szerencse a szerencsétlenségben az, hogy ennyire jól sikerült kijönni, és akár akkor Gyula szerint, a statisztika szerint is ő volt a 100-ból az az egy,
akinek ez így sikerült. Én azt kívánom, hogy minél előbb jöjjön el az a péntektől vasárnapig, és aztán még hamarabb az, amikor már folyamatosan otthon van. Úgy látom, hogy segítségből nincs hiány, és támogatásból sincsen hiány. Én szerintem, aki ilyen csodálatos emberekkel veszi körül magát, és hát ti magatok is egy nagyon fantasztikus család vagytok, akik nagyon sokat segítettetek, azokkal csak jó történhet innentől kezdve, úgyhogy én nagyon sok erőt kívánok neked, Gyulának pedig mielőbbi gyógyulást kívánunk, mert nagyon hiányoljuk már így a kecskeméti életből, úgyhogy reméljük, hogy mielőbb hazakerül, és nektek nagyon sok energiát és kitartást. Hát köszönjük szépen. Még egy záró mondatként, ha lehet, hogy nagyon igyekszik, tehát rajta van az ügyön teljes mértékben, és nagyon meg szeretne gyógyulni, úgyhogy jönni fog. Nagyon jó csapat vagytok együtt. Köszönjük szépen. Hajrá. Köszönöm szépen, Dori, hogy elmesélted nekünk. Én is köszönöm a lehetőséget.